Az első időszakban csak a föld és a munkaerő volt adott Nagyszokolyon, ebből nőtte ki magát mára a szinte önellátó falu. Nem csodát tettek, csak azt, amit diktált a józanész, és meglátják, a rendszer minden elemének létrejöttét alá lehet támasztani. Adva van az ember, adva van a föld, lám ebből csináljunk valamit. És akkor ugye, ahogy mondtam, elkezdtük a zöldség gyümölcstermesztést, ugye most már saját magunk termelünk ugye epret, málnát, ribizlit, medgyet, barackot, szilvát, sorolhatnám igazából, talán most már a minden meg Magyarországon honos gyümölcs rendelkezésünkre áll, és ugye mivel dömping időszakok jönnek, mert hát ugye nem mondhatjuk egyiknek se, hogy te most ekkor ennyit teremjél meg annyit, ugye akkor mindig piaci kiszolgáltatás volt, tehát a piac diktált nekünk, nem mi a piacnak, viszont ugye az nem jó, mert hát nem mindig tudjuk akkor jó áron eladni, és akkor jött az, hogy hát magasabb fokozatba kapcsolunk, hozzáadott érték, jobban eltartható, tovább kiegyensúlyozottabb az értékesítés, és akkor ugye létrejött a feldolgozó üzemünk, ahol ugye a lekvárokat, szörpöket, savanyúságot állítottunk elő, illetve befőttet. Viszont ugye ott mindig keletkezett egy kis felesleg, ami ugye az első körben úgy tűnt, hogy hulladék és szemét, és akkor hát ne legyen szemét meg hulladék, akkor jött a gondolat, hogy hát ezt otthon mindig megették az állatok, hát akkor a közösségben is meg tudjuk ezt csinálni, és akkor jött első körben a baromfi meg láss csodát, tojást hozott. És akkor hát mi csináljunk a tojással? Jó, hogy el lehet adni, de ugye tehát most azt mondom, hogy egy fél éve viszonylag jó a tojásnak a piaci ára, de akkoriban nem volt jó, és akkor jött az ötlet, hogy csináljunk házi tésztát. Ugye első időszakban kézzel, tehát teljes hagyományos módon, de viszont olyan jól sikerült ez a történet, hogy olyan mennyiségi igény lépett fel, hogy ezt nem tudtuk teljesíteni, és akkor jött a tésztaüzemünk. De ugye egyre többet termeltünk, tehát ugye zöldséget és gyümölcsöt is, hogy említettem, a piac mindent nem vitt el. Egyre több lett a feldolgozás, egyre több lett ugye az úgynevezett hulladék, ami aztán takarmány lett, ugye a baromfi esetében, akkor jöttek a sertések, aztán jöttek a birkák, aztán jöttek a lovak, hogy ugye ne traktorra kelljen ketyerészni a takarmányt behordani, meg innen a kertből a zöldséget, vagy éppen a palántát kihozni, hanem ugye ezt a lovacskák szépen megtették nekünk, és hát ugye segítették a munkánkat, meg hát segítik is, amikor szükséges. Tehát tulajdonképpen így állt össze ez a dolog. Közétkeztetésbe, éttermekbe, kisboltokba is szállítják már a Sólyom márkajelzésű helyi terméket. Nagyszokoly neve a szláv szokol szóból ered, magyarul Sólymot jelent, innen az elnevezés. A kezdetek óta eltelt pár évben sokat fejlődött Nagyszokoly kisgazdasága. Új hűtőházat alakítottak ki az egykori katolikus iskolában. A mínusz 40 fok alatt működő sokkoló és a többi hűtőkamra könnyebben szervezhetővé teszi a munkát. Gurulósra lefagyasztod, és akkor ugye, amikor meg akarod felhasználni, akkor szépen kienged, és elméletileg azt mondják, hogy majdnem olyan, mint a friss. Kint pedig új raktárakat létesítettek, de még így is kevés a hely. Arrébb a tésztaüzemben pedig már nem kézzel, hanem géppel folyik a termelés. A kéztésztát is így szárítják, aztán megy a csomagolóba és a raktárba. De elsősorban azt szeretem, hogyha nem a raktárban megy, hanem mindjárt ugye a szállításra megy az autóba, aztán rögtön tudjuk kiszállítani valamelyik üzletbe, mert igazából nekem az a legszimpatikusabb, hogy nem raktározni kell, hanem rögtön megy az értékesítésre. A cél itt is a bevétel termelése, mégsem ez az elsődleges, hanem a falu közösségének fejlesztése fenntartható formában. Nagyon sok volt a munkanélküli, 127 emberrel kezdtük ugye a közfoglalkoztatásba ezt az egészet. Most 127 embernek az, hogy árkotásson, meg földutat rendezgessen, meg a környezetet szépítse, ez is nagyon jó, meg is csináltuk. De hát ez ugye egy passzív történet, tehát ez hosszú távon nem fenntartható. Ugye azért gondolkodtunk a mezőgazdaság, illetve az állattartásban, meg az üzemekben, hogy ha esetlegesen a start már olyan szinten megszűnik, mert hála jó Istennek, tehát ugye az évek során látjuk, tehát 127 emberrel kezdtünk, akinek akkoriban nem volt más lehetősége, tehát a legnagyobb foglalkoztató itt a településen ugye az önkormányzat volt. Utána lettünk 86-an, aztán 53-an, most a következő etapban pedig 43-an leszünk, de viszont tehát ebből látszik, hogy nagyon sokan visszakerültek a tényleges munkavilágába, tehát a versenyszférába, és nagyon-nagyon büszkén mondhatom, hogy most már többségük meg is állja helyét.
Nagyszokolyon a legtöbben más városokba járnak dolgozni. A cél, hogy a több gyerekes szülők közül legalább az édesanyákat helyben tudják foglalkoztatni, hogy a munkába járás ne legyen a gyereknevelés akadálya. Ehhez az kell, hogy a szociális szövetkezetben végzett munka fenntartható legyen akkor is, ha nincs hozzá pályázat, ezért folyamatosan fejlesztenek. A legújabb egy értékesítési pont létrehozása volt. Siófok közelében az út mellett sikerült kialakítani egy kisboltot, ahova ha betérnek az arra járók, megvásárolhatják a nagyszokói földjavát. A település persze a legújabb kori története mellett büszke lehet múltjára és hagyományaira is. A vallási sokszínűség megtanította az együttélésre az embereket, ma is három tornya van Nagyszokolynak. A református, katolikus és evangélikus egyházak mindegyikének saját iskolája volt. Ma mégis az az egyik nagy álom, hogy talán a közeljövőben újra nyithat az állami iskola. Az óvodások folyamatosan növekvő száma már jó előjelnek tűnik.